Köszöntöm Önöket, Molnár Csilla vagyok. Már-már tavaszias időre számíthatunk a következő napokban. Tegnap egy meleg front alakította az időjárásunkat, amely keleti irányba elhagyta a Kárpát-medencét. Mögötte azonban egyre erőteljesebb lesz a nyugati, délnyugati szél, és ez az, ami az enyhébb léghullámokat szállítja hozzánk. A felmelegedést megérezhetik az időjárásra érzékenyek, kicsit fejfájósabbak lehetünk. Viszont örülhetünk is ennek a melegnek, hiszen a Kárpát-medence legnagyobb részén ma is 10 fok felett alakulnak a csúcsértékek, nyugaton több ponton 15-16 fok is valószínű. Keleten viszont marad a hűvös idő, Erdélyben például lesz, ahol fagypont alatt maradnak a maximumok, itt pedig egy kicsit borongósabb is lesz a nap. Előfordulhat csapadék is, északkeleten ónos esőre is van esély, de a Kárpát-medence keleti területein még délután is előfordulhat gyenge eső, kisebb záporok. A déli óráktól kezdve azonban határozottan szakadozik majd nyugat felől a felhőzet, úgyhogy szépen lassan egyre több felé előbukkan majd a nap. Ma is számíthatunk viharos széllökésekre, azonban elsősorban az északi tájakon. Sőt, ez a szél marad a következő napokban is. Emiatt azonban az idő is jóval enyhébb lesz, továbbra is a hazánk legnagyobb részén 10 fok feletti csúcsértékeket mérhetünk, sőt az éjszakáink is egyre enyhébbek lesznek, így fagyokra sem kell számítani a hét utolsó napján és a következő hét elején. Hétfőn és kedden is tehát még van esélyünk töltődni. Tulajdonképpen felhőátvonások jellemzik az időjárásunkat, úgyhogy nem lesz eseménytelenség. Első záporok tarkíthatják majd a napjainkat, de hosszabb, rövidebb ideig tartó napsütésnek is örülhetünk. A jövő hét közepén azonban a szél iránya változik északnyugatira, ami ismételten hideg levegőt szállít hozzánk, így csökken a hőmérséklet, és már nem csupán eső és zápor alakulhat ki, hanem hózáporra is megvan az esély, úgyhogy a télnek még korán sincs vége. Köszönöm a figyelmüket, vigyázzanak magukra, viszontlátásra!